Sziasztok, ez itt a Kalandsziget 2, mert úgy döntöttem, hogy kalandból sosem elég. És szerencsére ezt a Hudson Softnál is így gondolták a 90-es években. Ugyanis legalább 6 vagy 7 folytatást készítettek az Adventure Islandhez. Viszont ami egy kicsit érdekes, hogy ez a második rész majdnem 5 évvel az első után jött ki, ami akkoriban eléggé hosszú kihagyásnak számít, de nem baj. A lényeg, hogy elkészült, és a lényeg, hogy ebben a részben már lesznek dinoszauruszok. Ezt már előre előttétek a komment szekciókban, de hát itt már látni a borítón is. És az egyik dínó az itt jobb oldalt nyakkendőt visel, vagy micsoda. Nem tudom, nem vagyok paleontológus. Ezt akkor hagyjuk is, és induljon maga a játék. Rossz ötlet volt egy kókuszdiófa alatt aludni, Higgins mester. Szóval igen, itt 1990-et írnak ki, lehet, hogy addigra már elkészült, de hogyha jól tudom, csak 91-ben adták ki. És már itt is látni, hogy lehet majd különböző dinoszauruszokat lovagolni. De előtte még a történetet elolvasom már, hogyha van. Nem igazán van. Szóval, a gonosz boszorkány doktor nem adja fel, lehet, hogy Leilani hercegnő biztonságban van, de a nővérét, Tinát épp elkapták. De most nagy bonyodalmaid lesznek, mert nem egy, hanem 8 veszélyes sziget áll közted és a kedvesed között. Az első játék is 8 világból állt, szóval ez nem valami nagy újítás. Készülj fel, hogy meg kell küzdened dinoszauruszokkal, átvészelned lavinákat és elbánnod a boszorkány doktor leggorombább lényeivel. Nasty ezt. Ez azt is jelentheti, hogy ilyen undorító, vagy azt is, hogy ilyen goromba, unfair, sportszerűtlen. Lehet, hogy inkább arra gondol a könyvecske. Ó, vízi dinoszauruszok is lesznek, közben itt elspoilerezek magamnak mindent. Többfajta demót játszik be itt a játék. Na de, valami fontosat innen még el akarok olvasni. Szerintem a történet maga az ennyi. Jó. Szóval, ez a rész, ez abszolút első látásra lesz. Az Adventure Island 1-et vittem régen, egy pár pályát belőle. Itt csak az első pályát játszottam ki, hogy teszteljem a hangot, meg mi egymást. Na de, akkor indítsuk. Tetszik, hogy itt már látni a térképen a szigeteket. És remélhetőleg ez azt jelenti, hogy különböző tematikájú szigetek is lesznek itt már. Ami az első Adventure Islandben egy kritikám volt, hogy igazából mindegyik világ ugyanolyannak érződik. Remélhetőleg itt például a jobb felső sziget az szinte végig jeges, havas lesz, a felső az ilyen sivatagi. Ja, hogy ez az első sziget. És ott valami mutáns ananászt akarunk elérni a sziget túlsó feléd. Hát nézzük. Tárgy kiválasztása. Fern sziget. A gomb döntés, B gomb visszavonás. Nem csinál semmit. Na, ugyanúgy 3 élettel kezdünk. Ugyanúgy van pontszámláló. És ugyanúgy éhen halunk, hogyha nem eszünk iszonyat sok dolgot. A gördeszkát itt is meghagyták, de szerintem én ezt direkt el fogom most veszteni, mert én nem szeretem a gördeszkát. Igaz, hogy ilyenkor instant halál, hogyha valami nekünk jön, vagy mi megyünk neki valaminek. De se baj. Na, itt az első dino. Így a farkával csap egyet. Elég jó, bár egy kicsit óvatosnak kell lenni. Ó, itt visszafele is lehet menni. Nem túl sokat.
Jé, nem találtam titkos helyet az első pályán, pedig egész biztos, hogy kell lennie. Jó, egy apró különbség itt, hogy az első Adventure Islandben elég hosszúak voltak a pályák, viszont mindegyiken volt 3 mentési pont. Aztán igaz, hogy az elejére visszaküldött, hogyha elveszítettétek az életeiteket, de úgy tűnik, hogy itt rövidebbek lesznek a pályák, viszont mentési pont nélkül. Oké, mielőtt itt még egy tojást választok, itt megnézem, hogy ez a dinoszaurusz micsoda. Camptosaurus. This dinosaur attacks and defeats enemies by whipping its tail. But don't take this guy to the ocean because he can't swim. Oké. Válasszunk egy tojást. Wow, 100 pontot kaptam, milyen jó. Egyébként nagyon nem szeretem, hogyha ilyen szerencsejátékos aspektusok vannak pályák végén. A Super Mario Bros. 2-be sem bírtam. Olyan... Hát nem is tudom. Egyszerűen csak nem tetszik, hogy a szerencsére van bízva a dolog. Decision? Mi ez a döntés? Ó! Ide rakhatom a dínót meg a boltát? És most nincsenek nálam, lehet, hogy... Ja, hogy a decision az az lenne, hogy kiválasztok onnan valamilyen tojást. A cancel az meg az, hogy oda a menübe berakom. Értem. Szóval lehet, hogy így el lehet rakni későbbre a dínókat, meg a boltákat. Az úgy jó, egy kis stratégiát ad a játéknak. Itt már van fölfelé gördülés is. Első játékban, hát valamennyire volt, de eléggé automatikus néhány részen. Na ez a kártya, meg a... Jaj! Hát igazából ugyanaz, csak tüzesen néz ki. Az ugyanaz a Camptosaurus. Ó, a hús az kell, gyorsan. Ez az, amit kimaxolja majd, úgy tűnik. Az első részben az a tej volt. Valamennyivel jobban néz ki ez a játék, mint az első. Ez is eléggé ilyen... stilizált. Szóval 91-ben már voltak ennél... Már megint 100 pontot kapok, mennyi vagy az a legkevesebb? Talán még 50 is van. Szóval ez is stilizált, de jól néz ki annak ellenére. Ja, ez az erdő se rossz végül is. Nem esik le tőle az állam, de... De végül is megteszi. Ez a Honey Girl ugyanazt csinálja, mint az első részben, és... Nem figyeltem, hogy véget ér a hatása. Gyerünk, valami titkos helyet találni akarok. Várjunk, csak itt ki kéne próbálnom, hogy a csigák ugyanúgy működnek-e, mint az első részben. Nem, hogyha előttük vagyok és megdobom őket, akkor eltalálja őket a bolta. Ez jó. Micsoda itt? Valami, mintha lett volna. Vagy kulcs. Szeretnéd átugrani, vagy kihagyni ezt a szigetet? Pterodaktilusszal találkozunk. Lehet, hogy ő átrepítene minket a következőre? Nem, én nem akarok kihagyni részeket ebből a játékból. Ja, akkor ez valószínűleg olyan lesz, mint a Mario Brothers, hogy át lehet ugrani részeket belőle. De most elsőre nem akarok ilyet. Ja igen, amit elkezdtem mondani, hogy az első rész az eléggé sportszerűtlen volt. Már megint 100 pont, komolyan?
Lehet, hogy meg kéne dobálnom előtte a tojásokat, vagy valami? Szóval igen, az első rész az eléggé sportszerűtlen volt néhány tekintetben. Például, hogyha nagyon közel voltatok egy ellenfélhez, akkor Mr. Higgins így konkrétan eldobja felettük a baltát, és nem találja őket el. De nevéreknek miért fehérek a szárnyaik? De tudjátok mit? Ez jó dolog olyan tekintetben, hogy a játékmenetet segíti. Mert tegyük fel, hogy a háttér fekete. Akkor a denevérek úgy látszanak majd, hogyha fehérek a szárnyaik. Szóval végig is jó ötlet, legyen akármilyen a háttér, valamelyik részüket látni fogjuk. Jaj! Nem akarom a dínót elveszteni. Na itt valami lesz. Aha. Nem tudtam lőni, szóval az azt jelenti, hogy van ott egy titkos hely. Üdv a titkos szobában. Ezt a tárgyat adom neked. A Hudson méhecskét magamtól megtaláltam. Ha jól hallottam, akkor ebben a játékban már végtelen folytatási lehetőség van, szóval itt nem tudom, hogy mit csinál a Hudson méhecske. Egy pillanat. Aha, szóval lehet... folytatni akárhányszor, viszont... hogyha Game Over-t kaptok, akkor elvesztitek a tárgyaitokat. Mármint azokat is, amiket úgy a menüben elmentettetek. Viszont a Hudson méhecskével egy gomb kombináció segítségével a tárgyakat is megtarthatjátok Game Over után. És már 200 pontot kaptam, wow! Elkényeztet itt engem a játék konkrétan. Ó, ez egy vizes pálya. Figyelnem kellett volna. Konkrétan elolvastam. Jaj, sietni kéne, mert... az éjségre továbbra is figyelni kell. Szóval, hogyha figyeltem volna egy vizes pálya, és már elolvastam arról a dínóról, hogy nem tud vízben úszni. Ja, el kellett volna raknom későbbre azt a dínót. Te jó, még ezeket a csigákat hogy is hívják. Meg ezt a vízi dínót hogy hívják. A 8 éves énem az eléggé szégyenkezne most miattam. Régen nagyon tudtam minden dínó fajta nevét. Egy pillanat. Red Camptosaurus. Spits fire as he destroys everything except fire. Jó. Elasmosaurus, az a vízi dínó neve. Na és mivel vízi dínó, ezért... rakjuk el későbbre. Ez a pálya sokkal jobban néz ki, mint az előzőek. Tetszenek a színek. Ilyen pöttyös lasztikat kell. Jaj! Kerülgetni. Nem láttam, hogy ott halál van. Ja, szóval tetszik a zöldnek, meg a lilának a kontrasztja. Jó, gyümölcsökért ne ugorjunk le. Nem éri meghalni értük. Csak úgy kicsit. Csak annyira siessünk, amennyire muszáj. Ez a pók nem mozdul meg. Akkor itt is vannak különböző fajták. Oda leugrok. Ez egy ilyen titkos hely érzetű rész. És mégse az. Le tudok itt szaladni. Igen. Egyébként itt még azt vettem észre, hogy az irányítás egy kicsit más, mint az első részben. A levegőben jobban tudjuk irányítani Mr. Higgins-t, illetve... ami nem tudom még, hogy tetszene nekem, az az, hogy...
A futás az nem olyan gyors. Nem gyorsít fel minket a futás annyira, mint az első részben. Szóval mindjárt megmutatom, hogy milyen a gyaloglási sebesség és milyen a futás. 2000 pont, ennyit is lehet itt kapni. Még ilyet. Lehet, hogy plusz életet is lehet kapni, meg egy csomó jó cuccot. És eddig nem voltam szerencsés. Jó, szóval ez a gyaloglás. És ez a futás. Gyaloglás, futás. Nem sok különbség van. Na és itt már lesznek olyan pályák, amik teljesen vertikálisok. Nem csak balról jobbra megyünk. Jó. Nekem tetszik. Na, itt is lesz tej. Akkor nem csak a hús töltheti fel az életünket teljesen. Jaj! Nem gondoltam, hogy ez elindul. Merem feltételezni, hogy ezeknek a platformoknak az alja megöl minket. Mr. Higgins egyébként kicsit más, mint az első részben. Első részben csak vegetáriánus volt. Sőt, hogy mondják azt, aki csak gyümölcsöt eszik, fruitarian vagy valami. És csak mondanom kellett, hogy lehet, hogy plusz életet is kaphatok. És erre plusz életet kaptam. Szóval igen, első részben csak gyümölcsöket vehettünk fel, itt már húst is. Ez ugyanaz a pálya. Nem? És ez micsoda? Mozgó platform. Gyártósor része itt az erdő közepén. Ja. Csak elvisz minket más irányba közben. Futószalag. Oda fel tudok ugrani? Igen. Néha nem látni, hogy nagyon mi van alattunk. Nem kaptam egyébként. Nem kaptam baltát. Ez nem tetszik. Kell az a tojás? Ó, egy pterodaktilusz. Lehet vele dobálózni. Gyorsan, érjünk ide. Jaj, de milyen jár a földön. Ez egy fő ellenfél lehet, mert most már nem kell kajálnunk. Ezeket a kis vackokat kell kiütni. Jól látom. Már elnézés, de itt... ezek a zöld cuccmók, ezek itt... jó, ezek még nem sebeznek. Ó, azok... azok így el is repülhetnek felém. Na, erre nem számítottam. Pterodaktilusz nélkül kell próbálkozni. Ja, vagy nem ismer az egész pályát, előről kell kezdenem. Akkor végül is fölvehetem újra. Három élet, hát ennyivel kezdtem a játékot, szóval nem állunk még olyan rosszul. Szóval... mi legyen ott a taktikám? A falon kell azt a gumót megsebezni talán? Mint hogyha úgy láttam volna. Az is sebezhetőnek tűnik. Na ne!
Ilyet nem kéne. Így nem kéne elrontanom a dolgokat. Csak figyeljünk oda, ez még egyszerű rész. Ja, egy kicsit még lazábbnak érződik, mint az első, de azért itt is figyelni kell, meg itt is instant halál majdnem minden. Meg nem tudom, hogy miért jövök le. Már tudom, hogy ott alul föld van. Nem pedig ilyen gyilkosabb. Jó, pterodaktiluszt azt mindenképpen vegyük föl. És mindenen átrepülhetünk, ugye? Ja. Jó, akkor most legyünk egy kicsit agresszívabbak. Szerintem az volt a problémám az előbb, hogy... túlságosan hagytam érvényesülni a fő ellenfelet. Jó, maradjon nálunk a pterodaktilusz. Micsoda? Elvesztettem a baltámat. Átjött egy másik pályára a boss. Az történt most. Jaj, ne. Ugorhatnak a kígyók is, nem már. Akkor én azt mondom, hogy az egyik baltámat magammal viszem. Mert nem is Jaj, ezt miért veszem föl megint? Nem is ugranak olyan magasra, mint az első részben a békák. Szóval lehet, hogy egy kicsit nehezebb lenne őket kikerülni. Bár hogyha tippelnem kéne, akkor azt mondanám, hogy valószínűleg náluk is működik, hogy csak elszaladok alattuk, de annyira nem bízok még a játékban. Na, itt van, itt valami van. Szerintem itt lett volna egy titkos tojás, de ne foglalkozzunk vele. Valami furcsa hangot hallottam. Na, ez vajon micsoda? Dino, az mindig jól jön. Első szigetet mindenképpen ki akarom vinni most még ebben a részben. Ez a Dino vajon sokat segíthet minket? Ó, tényleg azt kell sebezni, tényleg azt kell sebezni. Ne! Oké, agresszívnak kell lenni. Rájöttem a titok nyitjára. Szerencsére nem is próbáltak annyira gyorsan rám repülni azok a szakármik, mint az előző próbálkozás során. És nézzük csak, mennyi az idő, 23 perc, akkor a második szigetbe még betekinthetünk akár. Jó. Úgy néz ez ki maga a sziget, mint egy dinoszaurusz koponya, mint hogyha az északi részén azok a vizek, ilyen két egymás melletti szem lenne, ahol meg én vagyok, az meg az állkapcsa. És ott valami remeterák lesz a fő ellenfelünk, hogyha jól látom. Ez biztos fel akartam venni? Hát legyen. Nem bánom. Lehet, hogy valami titkos helyet most ki fogok hagyni emiatt. Na, ezek után már nem. Ó! A varjak is dobhatnak tojást. Mondjuk ez... mondjuk ezen miért lepődök meg? Az első részben kellett volna meglepődnöm meg
eddig kellett volna meglepődnöm, hogy a tojásokban vannak ilyen kártyák, bolták, dobozos tej, és most meg azon lepődök meg, hogy a varjak tojást tojnak. Zseniális. A józan paraszti eszemet kikezdi ez a játék. Nintendo játékokban ne keressünk logikát. Az árt az egészségnek. Szerintem ott hagyom a dínókat. Meg leszek én nélkülük. Hogyha figyelmes vagyok, úgyis találok majd többet. Nagyon erőlteti a játék ezt a gördeszkát. Most már jobban látom, hogy ez egy préri farkas akar lenni. Biztos valami virág itt volt. Csak nem vettem észre. Az első részben ugye az jelzi, hogy jönni fog egy ilyen préri farkas. Ami nekem ott mindig egy ilyen köpönyeget meg csukját viselő tolvajnak tűnt. Na, a szárazföldön se olyan rossz ez a dino. Mondjuk külön támadása nincs, csak a hátáról dobálunk boltákat. Pont. Vajon itt is egyébként lehet olyat csinálni, mint a Super Mario Brothers 3-ban, hogy valahogy időzíteni, és akkor mindig a legjobb dolgot kapjuk? Mert a Super Mario Bros. 3 végén az nem egy szerencsejáték, hogy most csillagot kaptok, vagy micsodát. Ott, hogyha jól időzítetek, akkor megy. Mondjuk, hogyha minden egyes pálya végén kapnánk itt egy plusz életet, akkor az eléggé leegyszerűsítené a dolgokat. Jaj! Jók az animációi ennek a dínónak. Meg ugye a kinézete is. És jaj! Nem! És valószínűleg a szeme fekete akar lenni. Szerintem arra gondoltak a fejlesztők, de nekem úgy tűnik most, mintha ilyen napszemüveget viselne konkrétan. Legmenőbb dino. Ezek a hegyes kövek vajon sebeznek engem? Buborékokat, azokat kerüljük? Itt vagyok már a pálya végén, szóval nem akartam kipróbálni. Nintendo játékokban a buborékok is sebezhetnek simán. Na, lehet, hogy még ez a második sziget is meg lesz. Egész jól megy. Á, kár volt magammal hoznom a dínót. Bár egy sebződéstől most megvéd. Szegénynek biztos, hogy honvágya lesz. Hogy ennyire a víztől messze a szárazföldön kell tölteni az idejét. Jaj! Igen, ne felejtsem el, hogy itt is dobálhatnak a kígyók tüzet. Oké, az első egy-két pálya alapján azt mondtam, hogy ez 91-hez képest egy rosszul kinéző játék, legalábbis nem a legjobb, de... De itt jobban kijön az, hogy ez ilyen rajzfilmszerű kinézetre megy. Szóval jó ez. Az egy kis kunyhó akar lenni, vagy micsoda? Cancel. Jó. Na, siessünk. Ne túlságosan. Csak úgy éppen, hogy... Na, ott! Titkos tojás. Aha, hallottam ám.
Üdv a titkos szobámban. Ezt neked adom. Gyűlnek a plusz életek. Könnyebb itt plusz életeket szerezni, mint az első részben. Legalábbis itt még az elején. Azt nem figyeltem, de valószínűleg 50 ezer pontra plusz életet kaptam. Szintén. Oké. Azt hittem rájöttem a titok nyitjára. Azt hittem, hogy mindig a középső tojást, hogyha kiszedjük, akkor az valami jót ad, de nem, teljesen véletlenszerűnek tűnik. Jó, ez egy normális szárazföldi sziget, szóval ilyen felszerelés jó lesz ide. Na, a tarisznyarákokat nem tudjuk kiszedni. Újra élednek. Oké, engem nem zavar. Simán elszaladhatunk mellettük. Polipok visszatérnek, nagy kedvenceim az első részből, ugye? Remélem itt is lesz úgy, hogy a képernyőn egyszerre hatal lesznek, mint az Adventure Island 1-ben. A vége felé már borzasztó volt. Oké, a lejtők jelenléte is egy újítás. Ja nem, az Adventure Island 1-ben voltak lejtők. Azon amúgy meg is lepődtem, mert olyan korai Nintendo játékokban nem volt szokás lejtőket használni. Jaj, ne, oké. Attól tartottam egyébként, hogy visszaesek a vízbe. Bár vajon ilyenkor az halál lenne, hogyha a vízbe esek? Vagy hogyha nálam van a dino, akkor ott a tetején tudok lebegni. Ezt érdemes lett volna kipróbálni, de az a baj, nem akartam meghalni. Aztán a végén csak az lett, hogy elvesztettem úgyis. Ó, hangulatos ez is. Ó, nem találsz el. Ó, szóval erre vannak a buborékok, hogy az időnket vesztegessük vele. Az nem jó dolog. De legalább nem sebeznek. Jó. Következő felvétel előtt utána kell néznem, hogy ezek milyen fajta csigák is. Medúzák ugyanolyan idegesítőek lesznek, mint a Mario játékokban, hogyha jól látom. Hasonló a mozgásuk. De megvan. Fú, ez nem tetszik már most se. Uram? Magával mit kéne csinálni? Jaj, ne! Ez micsoda? Nem csinált semmit, amíg a buborék nem kapott el. Jó, vigyünk magunkkal egy dínót. Meg egy baltát is kellett volna akkor már. Se baj. Meg leszek én balta nélkül is. Itt néha egyébként a környezet egy kicsit akadályoz minket. Legalábbis kevésbé látjuk, hogy mi jön felénk. Remélem ezt nem viszi majd túlzásba a játék. Jaj! Ne csináld!
inkább föl. Eléggé pontosan kellett volna elhelyezkedni a lak között. Na de akkor most... Most szintén víz alatt leszünk, ugye? Vagy kimegyünk a szárazföldre? Nem. Oké, akkor az utolsó Elasmosaurusomat is elhozom magammal ide. Jó. Föl vagyunk szerelkezve. Minden remek. Ne csináld az... arra, hogy reagáltam volna. Ennyire gyorsan nem mozoghatok víz alatt. És mindjárt éhen halok. Hú, ezek a tengeri rózsák, vagy mik azok, amik köpködnek rám, ezek szörnyűek lesznek. Gyerünk! Gyerünk! Egyetlen egy pontnyi energiám maradt. Jaj. Mit kéne csinálni? Így? Oké. Azt hiszem megvan. Nem az volt a baj, hogy nem mentem elég közel hozzá, csak az, hogy... várni kell. Csak néha... néha támad. Oké. Sima. Csak kerülgetni kell. Ez elég jól bejött, hogy egy kicsit föntebb úsztam, hogy oda célozzon, és akkor elbújtam a buborék mögé. Kicsit visszahátráltam minden alkalommal. Ez így eléggé egyszerű pattern volt. Így most már, hogy rájöttem. Az elején azt hittem, hogy muszáj a közelébe menni, vagy a buborékban így egy kicsit bent ragadni, hogy ránk lőjön, de aztán nem. És egyébként, amikor a buborékban ragadtam, akkor próbáltam nagyon nyomkodni a gombokat, de lehet, hogy muszáj mindig ugyanannyi ideig bent maradni. Mert nem láttam, hogy nagyon fölgyorsíthatnám annak a folyamatát, hogy kitörjek onnan. Na de... majdnem 40 perc, első részre ez szerintem elég. Mondjátok, hogy mit gondoltok a játékról, bár sokan már az Adventure Island 1-ben is mondtátok. Komment szekcióban, hogy... hát, nem rossz ez, de azért a 2 meg a 3... az az igazi rész. Az az igazi a sorozatból. Eddig szerintem ez... hát... az, hogy jobban kinéz, az egyértelmű, de játékos barátabb rész is, sokkal. És több újítás van, mint ezek a vertikális pályák, dínók. Szóval eléggé bejön. Főleg gyerekként ez nagyon tetszett volna a dínók miatt is. Na de, mára ennyi lettem volna. Legközelebbi felvételem megpróbálok szintén két pályát kivinni, valószínűleg eljutunk a jeges pályáig. De addig is remélem, hogy tetszett ez a rész. Következik, sziasztok!